Domján Andrea vagyok, egyetemi nyelvtanár és az Agykontroll nevű elmefejlesztő módszer oktatója. Megkérlek, nézd meg egy 3 perces videóinterjút, amit Laci bátyám készített. Egy fiatal emberrel közösen csináltunk egy vállalkozást, és hát ahogy lenni szokott, mindenki tud róla, hogy baj van ebben a kapcsolatban, csak én nem. Tehát ebből a kapcsolatból ki szerettem volna menekülni. Pénzem nem volt, de a vállalkozást szét kellett választani. Nagyon szükségem volt egy autóra. Tudjam folytatni a vállalkozás egyik felét, és az akkori társam az ő kis életét. És megláttam az egyik újságban, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy kupakokat kell gyűjteni egy bizonyos ásványvízes üvegről, és azzal lehet egy Mercedes-t nyerni, C-osztályú Mercedes-t. Az volt az egyetlen fődíj az volt az egyetlen az egész országban. Az egész országban. De nekem nem volt vágyam egy ekkora autó. Tehát én nem egy C-osztályú Mercedesre vágytam, én egy autóra vágytam, és én úgy gondoltam, hogy én ezt az autót meg kell, hogy nyerjem, mert nincs más megoldás, hogy szét tudjunk válni. Tehát ez volt az erős motiváció bennem, hogy szét tudjunk válni, hogy ne kelljen, az életed ne adtál kelljen és együtt dolgoznunk, és mindenki menjen a saját útjára, hogy tud. És gondolom, intenzív vágy volt. Olyan intenzív volt ez a vágy, hogy a kupakokat, mivel egy étteremről van szó, a kupakokat a felszolgálók is gyűjtötték, mert megkértem rá őket. Ha elgurult egy kupak, akkor szóltam, hogy vedd fel, mert lehet, hogy éppen ez a kereke az autónak. És hát igen, mindenki úgy gondolta, hogy hát ez egy a főnök asszonytól egy jó kis egy kerékkel. Igen, jó kis szórakozás, jó kis buli. Mi jót nevettünk rajta, és majd elfelejtjük, és majd jó kinevetjük. Ők lepődtek meg a legjobban, és boszorkánynak tartottak, amikor augusztus 18-án, ez emlékszem névnapom volt éppen, Egy férfi és egy nő Varga Ilonát keresték, és Laci, én tudtam, hogy miért keresnek. Én annyira beleéltem magam. Érezzem át az, hogy már az enyém, hogy a dolog már megtörtént. És én tényleg beleéltem magam. Én a tasakot, amiben a kupakokat bele kellett rakni, én azt naponta többször megnéztem. Ott volt a Mercedes rajta, szürke Mercedes volt. Annyiszor elképzeltem, ahogy én integetek ki az autóból. Ez az én autó, ez nem fér kétség hozzá, hogy az az én autóm. És amikor jöttek közelni, hogy az én autóm, mindenki meglepődött, csak én nem. Ilona nem véletlenül nyerte meg az autót. Megfelelő mentális technikákat bevetve, elméje létező erejét erre a célra fókuszálta, és emiatt járt sikerrel. Az infláció és a közelünkben dúló háború miatt tapasztalatom szerint a legtöbb ember csak a legszükségesebb dolgokra költ most pénzt. Megértem, de a nehézség esetén szerintem arra érdemes pénzt költeni, amivel az adott problémát meg tudod oldani. Ezért szívből ajánlom, hogy mielőbb végezd el a 4 napos agykontroll tanfolyamunkat, mert utána elméd erejével te is jobb anyagi helyzetet tudsz teremteni. Ennek bizonyítására hallgass meg további 7 rövid történetet. 2 éve végeztem el a tanfolyamot, és 5 hónap múlva 2 millió forintos beruházást valósítottam meg, készpénz nélkül. Hozomra megkaptam a gépeket, olyan emberek bizalmát élvezem, akikkel azelőtt sohasem találkoztam. Az esti programozásaim után mindig megtaláltam a megfelelő embert, akinek éppen olyan gépe volt eladó, amilyen nekem kellett. Bombaüzleteket tudtam velük kötni. Kovács József. Szüleim igen hosszú ideje anyagi gondokkal küzdöttek. Zöldségüzletük már régóta kiadó, de eddig nem jelentkezett rá bérlő. Ebből adódóan állandóan rosszkedőek, szomorúak voltak. Ahogy megtanultam a tanfolyamon az elmetükre technikát, azt képzeltem el a fehér keretes tükrömben, hogy anyuik boldogok, mert jelentkezett bérlő az üzletre. Ezt a képet még napokon keresztül minden meditációm közben elképzeltem. Amikor kedden hazautaztam a suliból, anyu és apu arról beszélgetett, hogy végre komoly érdeklődő jelentkezett a zöldségboltra.
Nagyon megörültem a hírnek, de ez még mind semmi. Még aznap este visszajött az illető megbeszélni a részleteket, ma pedig már kifizette a bérleti díjat. Annyira boldog vagyok, hogy látom aput és anyut örülni. H.O. 16 éves tanuló. Nagyon alacsony volt a fizetésem. Anyósoméknál laktunk négyen egy szobában. Elkeserítő és kilátástalan helyzet volt. Ennyire jutottunk fél életnyi munkával. Először húgom végezte el az agykontroll tanfolyamot, s ő hívta fel a figyelmemet a lehetőségre. Elvégeztem én is, ami nem maradt következmények nélkül. 6 hónap után munkahelyet változtattam, először titkár, majd további 4 hónap múltán ügyvezető igazgató lettem. Ekkor feleségem is elvégezte a tanfolyamot. Ősszel már egy ismert újság rovatvezetőjeként dolgozott. Nyomasztó anyagi gondjaink megszűntek, magasabb életminőségbe léptünk. R. István. OTP kölcsönök segítségével vásároltunk lakást. A részleteket igen nehezen fizettük. A kamatok emelésekor már kezdtünk beletörődni, hogy sokkal többet kell visszafizetnünk, mint amennyit eredetileg vállaltunk. Ha ugyanis a megadott időn belül nem tudjuk kifizetni tartozásunk 2/3-át, akkor nem engedik el a további 1/3 részt. Általában naponta egyszer programoztuk sorsunk jobbrafordulását, és a határidő letelte előtt 1 hónappal nagyobb összeget nyertünk a lottón. Ebből még arra is futotta, hogy 2 testvérünket, 2 gyerekükkel, valamint barátnőnket befizessük az agykontroll tanfolyamra. Kisné U. Ágnes. Egy olyan cégnél helyezkedtem el, amelyik használt autók importjával és eladásával foglalkozik. Az agykontroll technikák alkalmazásával olyan önbizalomra tettem szert, hogy csoda. Éjszakai ébredésem után, amit előre beprogramoztam, szintemen vizualizáltam a sikeres eladásokat. Először elképzeltem részletesen az autót, majd megegyeztem a vevővel, és aláírtuk a szerződést. Végül lelki szemeimmel láttam a vételárat, gondolatban megérintettem a pénzt, még az izegését is hallottam számolás közben, sőt a szagát is elképzeltem. Láttam, ahogy a vevő beül a kocsiba és indít. Kezem a kocsi hátulján pihent, s éreztem, ahogy kicsúszik alóla az induló autó. Hallottam a motor hangját, éreztem a benzin szagát, sőt még az acél savanykás ízét is. A gépkocsi lassan távolodott, és én nagyon örültem a megkötött üzletnek. Sokszor elég volt egyszer programoznom, néha 3-4 hét is kellett, s napi 2 alkalom. P. András. Elhatároztuk, hogy lakást programozunk magunknak. Anyagilag rosszul álltunk, így lehetőségeinkhez képest kevés esélyünk volt arra, hogy lakást vásároljunk. Kb. Fél éven keresztül programoztuk, hogy nagyon szerencsés módon jutunk lakáshoz. Egyszer csak férjem bátyja szólt, hogy egyik kollégája válófélben van, és ezért jutányos áron sürgősen el akarják adni a lakásukat. Nagyon olcsón jutottunk egy 2,5 szobás felújított lakáshoz. Közben az eladó felesége meggondolta magát, és azt mondta, hogy ennyi pénzt neki is megér a lakás, majd ő kifizeti a férjét. Ezen kívül még 2 jobb árajánlatot is kapott a férj azonnali fizetésre. Közben elmetükre technikával és szubjektív kommunikációval szorgalmasan programoztuk, hogy mindezek ellenére nekünk adják el a lakást. Szerencsére a feleség meggondolta magát, és a férj sem adta oda a lakást a jobb ajánlatot tevőknek. Mivel kevés készpénzünk volt, a vételár felére kölcsönt igényeltünk. Önkormányzati, kamatmentes kölcsönt és vissza nem térítendő kölcsönt. Az önkormányzaton az ügyintéző azt mondta, hogy felesleges, akár csak meg is igényelnünk, mert annyira kicsi az esélyünk. Programozásunk eredményeképpen mégis megkaptuk az igényelt kamatmentes és vissza nem térítendő kölcsön teljes összegét. Ismerőseink és rokonaink legnagyobb megdöbbenésére nem elég, hogy lakásunkhoz olcsón jutottunk hozzá, még hiteleink is kamatmentesek. Mindezek mellett még maradt némi pénzünk, amiből új ülőgarnitúrát szerettünk volna vásárolni. Rokonaink próbáltak lebeszélni arról, hogy drága bútort vegyünk. Mi azonban elhatároztuk, hogy drágát veszünk, de a Domus akciós napján fogjuk megvásárolni, amikor a vásárolt bútor árának 99%-át visszaadják. A napot természetesen csak utólag, a hónap vége után sorsolják ki. Pohárvíz technikával kérdeztük meg, hogy májusban mikor lesz a Domus nap.
Három egymás utáni éjszaka jött a válasz, hogy május 8-án. Valóban, május 8-át sorsolták ki Domus napnak, így gyönyörű ülőgarnitúránk mindössze 1117 forintba került. Kriszti és Zoli. Elolvastam a Gazdagság című könyvet, és hatására két céget alapítottam. Pohárvíz technikával jött az ötlet. Lefekvéskor megittam a víz felét, és feltettem a kérdést. Mi az, ami a családomnak és nekem is jól jönne, és pénzt is lehet vele keresni? Éjszaka álmomban megkaptam a választ. Öcsémmel és egy villanyszerelő vállalkozó ismerősemmel álmodtam. Innen jött az ötlet. Testvérem asztalos, és így alapítottunk egy faipari asztalos céget. Már másnap három megrendelést kaptam. Olyan faipari árukat gyártunk, amik hiánycikkek a boltokban. Most már a tüzéptelepek is rendelnek tőlünk. Emellett lakásokban végzünk asztalos munkákat. Egy agykontrollos barátom most akar belépni a cégbe. Ő eddig lakásokat mért fel, és ennek kapcsán sok potenciális megrendelőt ismert meg. Az öcsém és két alkalmazott végzi a konkrét munkát, én az üzleteket kötöm és beszerzem a szükséges anyagokat. A másik cég egy sportmenedzser vállalkozás, amit ügyvédbarátommal hoztunk létre. Én kosárlabdázó vagyok. Egyesületeknek szerzünk támogatást, aminek néhány százaléka a mi jutalékunk, valamint játékosokat közvetítünk három sportágban, kézi, röp és kosárlabdában. Egy hónap alatt már három játékost adtunk el. Varga Zoltán.